2020 nyarán megalakultak az agrárszakképzési centrumok, amelynek értelmében a 2020-as, 2021-es tanév szeptember 2-án már a központok irányításával indult el az érintett agráriskolákban. Az új szervezetekről is beszélgetünk, előbb azonban mutatjuk, hogy milyen témákkal foglalkozunk még a mai adásunkban. Köszöntöm Önöket! Otthonteremtési program újra 5% lesz az új építésű lakások áfája. Átalakított szakképzés, létrejöttek az agrárszakképzési centrumok. Halpéntek a halfogyasztást ösztönző országos program indult. A 2022 végéig zajló építkezések esetében ismét 5% lesz a lakásépítés áfája. Ez a kormány új otthonteremtési programjának egyik alappillére. A szakemberek szerint ez ismét fellendíti majd a piacot. Számolni kell azonban azzal, hogy a gazdaságnak ez a szegmense jelenleg is kapacitáshiánnyal küzd. Hogyha valaki jövő január 1-jét követően vásárol egy új építésű otthont, akkor csak 5%-nyi áfát kell fizetnie a mostani 27% helyett. Hogyha konkrét példát veszünk, akkor ez például azt jelenti, hogy egy család esetén, hogyha egy 30 millió forint plusz áfáért hirdetett lakást vásárolnak, akkor 6,5 millió forintnyi áfatartalmat tudnak megtakarítani. Hogyha például 50 millió forint plusz áfáért hirdetik a lakásokat, akkor ők a mostani helyzethez képest 11 millió forintnyi áfával kell, hogy kevesebbet fizessenek. Ezzel is az a célunk, hogy minél többen saját otthonba költözhessenek, ott várhassák gyermekeiket, és aztán ott nevelhessék fel őket. Novák Katalin október elején töltötte fel ezt a videót a közösségi oldalára. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kedvezményes áfa egyetlen feltétele, hogy a lakás alapterülete nem haladhatja meg a 150, ház esetében pedig a 300 négyzetmétert. Ez az intézkedés része a kormány új otthonteremtési programjának. Korábban, 2015-ben már döntöttek a lakásáfa 5%-ra csökkentéséről. Az akkori rendelkezés lehetővé tette az új építésű lakások vásárlása esetén 2016 és 2019 között a kedvezményes 5%-os kulcs alkalmazását. Ez a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 2019 végén véget ért, és 2020-tól újra 27%-os terhet kell fizetni az új lakások után. Egy picit az előzményekre vissza kell nyúlni, tehát itt bizonyos statisztikák már megszülettek az év első felét illetően, és gyakorlatilag az egész országban számottevően visszaesett az új lakásépítés. Konkrétan például a megyei jogú városokban 50%-kal, de szinte bárhol Budapestet beleértve 20-30%-kal legalább. Úgyhogy a kormány nyilván a Covid helyzettel is összefüggése mindenképp pozitív üzenetet kívánt nyújtani a lakosságnak, a szakmának, az építőknek, tervezőknek, mindenkinek. Úgyhogy az üzenet az első körben úgy nézett ki, hogy 2022. december 31-ig szól az 5%-os áfa újra élesztése, és az addig befejeződő építkezésekre fog vonatkozni, a részleteket pedig talán a 2021. január 1-től lehet igazából majd érteni, de ezek az első körös információk voltak, és azóta már elérhetők további kiegészítő tájékoztatások is, ahol ez már olyan olvasatban látható, hogy a 2022-31-ig elkezdett új lakásépítésekre vonatkozik, amiben vele tartoznak az engedéllyel épülő társasházak és az egyszerű bejelentéssel épülő egyéb családi házak is. Úgyhogy valójában nincs elég részletes elérhető információ még mindig, és valószínűleg ez még eltart pár hétig. Én azt remélem, és a szakma arra van kiéhezve, hogy ebben az évben minden érthető legyen, és a lakásépítés fejlesztői azt várják, hogy itt egy több éves távlat van, a 2022-t követő időszakra is ki fog terjedni egyfajta új lakásépítés serkentő központi program, ami akár 5 vagy netán 10 éves távlatban is meghatározza az új lakásépítés piacát. A koronavírus járvány az egész világon, így Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is komoly korlátozások betartására kényszerítette az embereket. Tavasszal nehéz időket élt meg szinte mindenki. Az 5%-os lakásáfa újbóli bevezetése egy ilyen helyzetben lélektanilag és gazdaságilag is pozitív üzenetet hordoz.
Az ingatlan szakma azt mondja, hogy a COVID-helyzet miatt azért a kereslet elbizonytalanodott és csökkent, és jelenleg ennek is köszönhető, hogy az egyébként visszaesett kínálat most a piacon elégséges a visszaesett kereslet kielégítésére. Mindenki abba bízik, hogy a COVID-helyzet a jövő év első felében valami kezelhető irányt vesz, és normális viszonyok fognak kialakulni minden szempontból, és ettől kezdve a kereslet élénkülni fog, ami mögé egy növekvő kínálatnak kell majd becsatlakoznia. Az építőipar jelenlegi kapacitásai viszont helyek közel csúcsra vannak járatva. Érdekes, hogy ez a vírus év ebben a szegmensben az építőipar tehetetlenséget, tehát lassan változnak a viszonyok. Itt folyó építkezések vannak, azok hónapokig, netán évekig is tartanak, tehát nem rövid idő alatt reagál a szakma a változásokra, de az építőipar kapacitásai minden esetre végesek. Elemzők szerint a tavasszal jelentős számba hazajött külföldi építőiparban dolgozó munkásaink jelentős része visszament, és amit segített itt a helyi ipar munkaerő gondjaiban az akkori hazaáramlás, ez visszarendeződött, és ma már ez nem igaz, úgyhogy mértékadó tartalékai kapacitásban a szakmának igazából nincsenek. Ez pedig problémát jelenthet, ha új lendületet kap a lakásépítési kedv. Jelenleg erre kell felkészülniük az ebben az iparágban dolgozó szakembereknek. Azt már eddig is láttuk a családi házépítés szegmensében például, hogy a kimerülő kapacitásnak árfelhajtó szerepe van, és ezzel folyamatosan szembe kellett nézni a piacon. Ettől függetlenül az áfa csökkenés és a ilyenfajta ár emelkedés, vagy ebből a kapacitás elégtelenségből származó ár emelkedés azért még mindig valamiféle pozitív szaldót kellene jelentsen a beruházók, illetve a lakásvásárlók szempontjából. De én 30 éve vagy 40 éve nézem ezt a szakmát, és eddig mindig az volt a véleményem, hogy aki hamarabb kezdett bele mondjuk lakásépítésbe, az valamiért még mindig jobban járt. Én szerintem ez a következő előttünk levő és látható időszakra is igaz továbbra is. Tehát aki elbizonytalanodott a 27%-os áfa visszajövetelét követően, az most nagy energiákkal, és vannak is tudok is fejlesztőket, akik komoly érdeklődéssel újra belevetették magukat a gondolkodásba, tehát akkor azokat a döntéseket akár az idén jó meghozni, amik a 21-től várhatóan érthető és jól látható és tervezhető 5%-os áfa világában kinek-kinek a saját céljai eléréséhez szükségesek. Úgyhogy itt az idő azoknak, akik ebbe a szegmensbe, bármilyen szerepkörbe vagy vásárlóként készülnek valamire. Az eddig nyilvánosságra hozott információk szerint azon családok számára, akik csokkal vásárolnak majd új építésű lakást, visszaigényelhető lesz az 5%-os áfa tartalom. Egy nettó 50 millió forint értékű lakás ára jelenleg áfával együtt 63,5 millió forint. 5% áfa tartalom esetén a vétele már csak 52,5 millió forint. Ez 11 millió forint megtakarítást jelenthet áfa visszaigénylés nélkül is. Az 5% áfa visszaigénylésével pedig további 2,5 millió forint maradhat a családnál. 2020 nyarán megalakultak az agrárszakképzési centrumok, amelynek értelmében a 2020-2021-es tanév szeptember 2-án már a központok irányításával indult el az érintett agráriskolákban. A központok létrehozását a 2019-ben megjelent szakképzésről szóló törvény írta elő, ennek értelmében került sor az átalakításra. Az 5 új oktatási egység az Agrárminisztériumhoz tartozó iskolákból alakult meg. Az Északi Agrárszakképzési Centrum vezetője Léva Imre főigazgató a vendégünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok. Addig rendben, hogy törvény írta elő, hogy meg kell alakulni, de a gyakorlat, gondolom, az volt az, amik főként indukáltam. Miért volt szükség egyáltalán az agrár szakképzési centrumokra, annak tekintetében, hogy amúgy is vannak szakképzési centrumok? Igen, tulajdonképpen az Agrárminisztérium mindegy második körben a második legnagyobb intézmény fenntartó az ITM után, agrárszakképzési centrumot hozott létre az országban 5-öt. Ez szervesen illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amely 5 évvel ezelőtt indult el, és akkor már megalakultak ezek a szakképzési centrumok, és most már a törvény is ennek keretet adott, hiszen szakképzőiskola csak szakképzési centrum szervezeti kereteiben működhet, és támogatást, pályázati forrást csak ezen keresztül nyerhet.
Tehát mi az önök funkciója? Egyfajta közvetítő szerep? Igen, tulajdonképpen az intézmény fenntartó az Agrárminisztérium, és mint kinyújtott végtagjai közelebb vagyunk az iskolához, mi tartjuk fönt, működtetjük az intézményeket, és tulajdonképpen a fenntartónak, a minisztériumnak így csak 5 működtetővel kell tartani a kapcsolatot és egyeztetéseket folytatnia. Tehát akkor önök továbbadják az intézkedéseket, információkat. Igen, illetve közvetítjük. És hogyha pályázni kell mondjuk egy épület felújítására, akkor azt is önök végzik? Igen, tehát a maga a szakképzési centrum az nem csak önálló jogi személyiség, hanem önálló gazdálkodással is rendelkezik, hiszen az intézmények korábbi hagyománnyal szakítva bár megtartották az önálló jogi személyiségüket, de költségvetéssel, önálló költségvetéssel nem rendelkeznek. Így tehát minden ilyen feladatot a szakképzési centrumnak kell végeznie. Önök 4 megyét fognak össze. Uh-huh. Ez eléggé nagy számnak tűnik. Ennek ellenére nem tartozik olyan sok középiskola önökhöz. Hát igen, mert az agrár szakképzés területén sem volt olyan nagy létszámú intézmény, hiszen a minisztérium fenntartásában 56 agrár szakképző intézmény működött, és ezekből alakult az 5 szakképzési centrum, tehát átlagosan 11-13 intézmény került egy-egy centrumba. Így a miénkbe is 11 intézmény és 2 tagintézménye került a 4 megyéből. Na nézzük akkor magát a gyakorlatot. Tehát, hogyha egy általános iskolás, 8-os kislány, vagy kisfiú, kisrác, vagy kislány arra gondol, hogy szeretne tovább tanulni, akkor, és az agrárvonalon, akkor önökhöz kell jelentkezni? Természetesen mi is hirdetni fogjuk az intézményeinket, de tulajdonképpen az intézmények a településeken közelebb vannak az általános iskolákban végzett tanulókhoz. Egy specializációs folyamat fog lejátszódni az elkövetkezendő években. Az egyes intézmények valamely képzések vonatkozásában specializálódnak, így a fenntartásuk is észszerűbben és gazdaságosabban működtethető. Nem kell annyi intézményben egyforma eszközrendszer biztosítani, tehát meg lesz az, hogy erdész és vadgazdálkodás területén mely intézményben, például Mátrafüreden lehet majd a későbbiek során tanulni, és hasonlóképpen kidolgozásra kerül az elkövetkezendő időszakban, hogy mely intézmény, mely szakma területén lesz speciális felkészültségű. Tehát akkor konkrétan lefordítva, 2 intézmény nem lesz egymásnak a konkurenciája. Így van, ez is a cél, hogy ne konkurensei, hanem egymás segítői legyenek a centrumhoz tartozó intézmények. Inkább kiegészítsék egymás feladatait, mint egymásnak úgymond ellenségei legyenek. Nézzük akkor magát a szakképzést. A szakképzéshez gyakorlati helyek is társulnak, ugye? Így van. Hogyan valósul meg az agráriumban a szakképzés átalakítása? Az új szakképzési törvény és a végrehajtási rendelete az most már az átalakuló szakképzés keretében a duális képzés elterjedését támogatja. Ez annyit jelent, hogy meg kell találni azokat a kis és középvállalkozásokat, akik potenciális partnerek a gyakorlati oktatásban, és ezáltal a gyerekek azokba a körülmények közé vihetők ki gyakorlatra, amely tulajdonképpen az életben várja őket. Tehát teljesen életszerűen gyakorolnak már a tanulmányaik során, és azokat az eszközöket használják, amelyek kint fogják várni, amikor elvégzik, megszerzik a szakképesítést. Gondolom a távolabbi cél a mezőgazdaság és a mezőgazdaságban dolgozók versenyképességének javítása. Így van, sőt, mi több, ugye biztosan sokszor hallható volt már az elmúlt időszakban is, hogy termőföldtől az asztalig motto érvényesüljön a szakképzésben is. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy nem csak mezőgazdasági szakképzésben, hanem a kapcsolódó élelmiszeripari szakképzésben is ezekben az intézményekben szerethetnek szakmai ismereteket a tanulók. A képzésekkel kapcsolatban azért mindig felvetődik az, hogy nehogy olyan képzés sem vegyen részt az illető, amire mondjuk nincs szükség. És fordítva, önök ezt hogyan tudják menedzselni? Egyáltalán önök menedzselik?
Igen, tehát az átalakulásnak az egyik fontos eleme ez is, hogy munkáltatók által megfogalmazott igényeket teljesítsenek az intézmények. Tehát ne kerüljön képzés olyan szakképesítés vonatkozásában, amelyre nincs szükség a munkáltatói oldalról. Ezért nagyon jó az, hogy duális partnerként már idő előtt regisztrálhatjuk a partnereket, folyamatos a kommunikáció velük, és tudjuk ezáltal, hogy milyen munkaerőre van lesz szükségük. Bár mindig ez egy kicsit feltételes, mert ugye az iskola rendszer az követő rendszerű, tehát ami most megfogalmazódik igényként, az 3-5 év múlva realizálódik, és ma azért nagyon sokan nincsenek, akik meg tudják mondani, hogy 3-5 év múlva pontosan mire lesz szükség a munkáltatói oldalról. Beszéljünk azért a képzésekről is, hogy milyen képzések vannak. Igen. Lehet jelentkezni. Ugye megmaradt annak a rendszere, ami már talán köztudatban jelen van, hogy szakmunkás képzés és érettségi vagy érettségre épülő képzés. Ez ugye az új struktúrában úgy különül el, hogy szakképzés, szakképzőiskola, illetve technikus végzettség, amely érettségire épül. Ágazati alapozással kezdődik mind a két képzési forma, csak szakképző évfolyamon a 9. éven kapnak egy általános alapozást a tanulók. Ekkor még kiderülhet, hogy nem azt az ágazatot szeretné tovább tanulnia, hiszen belelát azokba a követelményekbe, amelyek majd ott vele szemben megtámaszt, elvárásra kerülnek, és át tud menni másik ágazatba, vagy akár azt is el tudja dönteni a fiatal, hogy ő helyt tudna állni egy magasabb képzési formában, és akár fejjel léphet a technikus képzésbe. És ugyanez a helyzet a technikus képzés ágazati alapozásánál, hogyha kiderül számára, hogy ez bizony magas léc, akkor vissza tud lépni. Tehát ezt az átjárhatóságot igyekszik biztosítani a rendszer, illetve új elem mindenképpen, hogy ösztöndíjrendszer kerül bevezetésre, amelynek keretében ugye az ágazati képzés időszakában egy általános egységes ösztöndíjban részesülnek a tanulók, későbbiek során pedig tanulmányi eredménytől függően kapnak ösztöndíjat, és ugye majd a pályakezdési támogatás is megjelenik, mint új elem, hogy aki kilép a munkavállalás világába, eredményes szakmai vizsgát tesz, az egy pályakezdési támogatásban részesülhet, mert az ösztöndíj egy része gyűjtőszámlán kerül megtakarítása számára. Ha jól tudom, együttműködést is kötöttek a Nyíregyházi Egyetemmel. Így van. Ez az egyetemi együttműködés egy kiinduló pontja tulajdonképpen a technikus képzésből történő tovább lépésnek, hiszen a technikus szakmai vizsga az 5. éven az ugye az érettségi 5. tantárgyát jelenti, és emelt szintű érettségének felel meg. Az egyetemmel való együttműködés keretében pedig ki fogjuk dolgozni, hogy az a 30 pont többlet, amit ezzel szerezhetnek a tanulók, azok milyen módon kerülnek beszámításra a későbbiek során, hogyha a Nyíregyházi Egyetemet válasszák. Körülbelül hány képzés van? Azt lehet tudni pontosan? Fals lenne a szám, ha most bármilyen számot mondanék, hiszen kifutó képzések vannak, hiszen a korábbi országos képzési jegyzék, amely 701 néhány szakképesítést takart, az mostanra átdolgozásra került, és 174 szakképesítés került bele a szakmai jegyzékbe. Tehát torzítana az a szám, amit most mondanék, hogy hány képzési formánk van. De tulajdonképpen ez nem szűkül olyan mértékben, mint amilyen mértékben azok a számok tükröződnek, ahogy az OK és a szakmai jegyzék szűkülése megjelent, hiszen tanulók nem csak főszakképesítést, hanem részszakképesítést is szerezhetnek, illetve az egész életen át tartó tanulás keretében felnőtt oktatás is be fog indulni még a vélhetően ebben az évben, amelynek keretében
biztosítunk állami támogatással további szakképesítés megszerzését olyan résztvevők számára, akik valamilyen oknál fogva vagy nem tudnak elhelyezkedni, vagy csak specializálódni szeretnének valamely terület irányába. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm szépen. Magyarországon jelenleg csupán 6,7 kg per fő az éves halfogyasztás, ami messze elmarad az EU 20 kg-ot is meghaladó átlagától. Ezt hivatott ösztönözni a halpéntek elnevezésű kezdeményezés. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet céljai között szerepel a hazai haltermelés és értékesítés erősítése, illetve a magyarok halfogyasztásának megduplázása. Alapvető célja az, hogy a magyarokat átszoktassuk a halételre úgyfent, mint hogy évszázadokkal ezelőtt is a hal egy központi elele volt, főleg a szegényebb népeknek. Múltkor olvastam épp a nyíregyházi környéki 1800-as évek régi felmérést, ahol kiderült, hogy ez bizony már mint a nyírség az ezertó országban volt, rengeteg kis kopolya, tavacska és minden kis településnek saját íze volt, még halászó vize is volt a legtöbb régi településnek, ahol az akkori riporter, mondhatnám így a néppajzos, az azt vette fel, hogy milyen szokások voltak és ki, hogy halászott, milyen eszközökkel. Nagyon érdekes munka volt, ahogy látjuk, hogy sajnos a szárazsággal küzd a fél ország, és hát a halhiányban is a halászat. Azóta, hogy a természeti halászat megszűnt, hát bizony rászorulunk a tógazdasági termelésekre és azokra, amiket az akvakultúrák termelnek meg. Mi magyarok nagyon rosszul állunk a halfogyasztással. A Magyar Haltermelők és Akvakultúra Szövetség pont ezt szeretné változtatni, fordítani, hogy éljünk egészségesebben, együnk több halat, és ha többször nem egy héten egyszer gondolunk a halra, pénteken. A péntek egy mágikus napja a kereszténységnek, hiszen és ebben minden világvallás megegyezett, hogy a hal az egyetlen olyan étekben megegyezés születik, ezt nem utálják a muzulmánok, nem utálják a zsidók, nem utálják a keresztények, a halat mindenki elfogadta, mint a legjobb fehérje források együtt, itt persze akkor még nem úgy hívták, hanem úgy, hogy a hal. Magyarországon a folyószabályozásokat megelőzően óriási halbűség volt. A szegény emberek is nagyon sok édesvízi halat fogyasztottak, hiszen könnyen elérhető volt. A szabályozásokat követően azonban sok terület maradt víz nélkül, ekkor kezdtek halastavakat kialakítani. Az alföld nagy részét, vagy legalábbis egy jó részét a tavaszi időszakban mindig víz borította, és hát annyi volt a hal, hogy is se volt annyi, mint a Tisza és a környező körösök, illetve a kiöntésekben lévő halmennyiség. Hát ebből jutottunk el oda, hogy a fogyószabályozások miatt sajnos ez az óriási halbőség a 800-as évek végére lecsökkent, hiszen sokkal fontosabb volt a szántóföld által megtermelt gabona, hatalmas export igénye volt ebből az Európának Magyarországról, és hát mindenki az igyekezett, hogy amit csak lehet minden darab földet, visszaszerezzünk a víztől. Hát ennek persze lettek hátulütői, nagyon hamar kiderült, hogy ez a víztől való menekülés, ez két élő fegyver, mert amekkora kárt tud csinálni a gátak nélkül, terjengő folyó pont annyi hasznot is tudna hajtani, hiszen elmaradtak aztán ezek a csodálatos hasznok, mint amilyen a nádlás haszna, ugye mindent nádlal borítottak, a gyékényszedés haszna, az orvosi pióca, és ragozhatnál tovább a békaszedéstől kezdve mindenféle madártojásig, a hal mellett természetesen. A vízi haszonvételek elkoptak azzal, hogy a vizeket beszorítottuk, a csatornákat megástuk, elvezettük őket, és maradt a száraz, és időnként bizony nagy bajjal fenyegető, asszályokkal fenyegető időjárás és területek. Ezért épültek a halastavak. A halastavak Magyarországon, Németország után másodikként nagyon gyorsan megépültek. Azokon a területeken épültek a halastavak, amelyek vagy korábban is vízi állt a területek voltak, vagy kisebb folyók völgyeit zárták el a Dunántúlra jellemzően, vagy pedig a rossz szíkeseken, Biharúra, Hortobágy térségébe építették ki a hatalmas halellátó rendszereket. Hát ez szépen működött is egészen addig, amíg, hát most mondhatjuk, hogy persze hála Istennek, amíg a jó béke, vagy a jó világ el nem következett Magyarországon, és hát nem lett annyi húsunk, hogy bizony itt már minden halat húsnak hívnak, pontosabban hát a magyar megtehette és meg is teszi, hogyha egy mód van rá étkezése, hús nélkül nem múljon el. A hal helyett más húsféléket részesítünk előnyben, ami a szakemberek szerint a mai kor emberének nem annyira egészséges, és nem passzol a mai modern életvitelünkbe. Hiszen ameddig régen a társadalom nagyobb része fizikai munkából élt, addig napjainkban a szellemi tevékenységek vannak többségben, és ehhez mérten kellene táplálkozni is. Legalább egyszer egy héten gondoljuk arra, hogy a
a mai embernek, a mai kor emberének a legfontosabb táplálékának egyike, a hal kellene, hogy legyen, ahogy a világ más részein így is van, a tengerpart nélküli Ausztria is 20 kg per főnyi halat eszik meg, de a világ átlag is körülbelül e körül van valahol, hogy körülbelül 18-22 kilónyi halat esznek meg az emberek a világon per fő, per év, ami 6-6,5 kilókkal szemben. Ez a lemaradás nem azért probléma, mert hát valami nagy baj történik, ha nem eszünk halat, hanem azért, mert a helyette megevett hús, a helyette megevett más táplálékok közel sem annyira egészségesek, és nem passzolnak annyira a mai modern életvitelű életünkhöz, mint amennyire a hal. Hiszen ugye ma már dacák annak, hogy kapát, kaszát, nagyon keveset fognak az emberek kezükben, még vidéken is. A fejünk az, aki a fő energia fogyasztója ma a testünknek, a legtöbbet az agyunk energiaellátása viszel, és ehhez kéne táplálkoznunk is, és nem ahhoz, hogy bányászunk vagy kertet művelünk. Tehát egy kicsit azt szeretnénk, hogy az a táplálkozás reformul, ami nagyon-nagyon ráférne a magyar nemzetre, hiszen sajnos igaz az a régi mondás, vagy nem is én találtam ki, de kitűnő, hogy az ételünk, az életünk, amit eszünk, azzá válunk, bizony a hústól elsavasodunk, bizony a sok tésztaneműtől elhízunk, a sok cukor csak kárunkra van, tehát meg kellene egy kicsit néznünk azt, hogy mitől tudnánk hosszabban, időskorban is egészségesek maradni. Célunk az lenne, hogy aki megteheti, egyszer egy héten gondoljon a halra, és ha éppen étterem fele vetődik, vagy afelé van, akkor gondolja meg, hogy akkor most válasszon már halat. Ha éppen van olyan szerencséje, hogy rá tud érni és főzni tud, akkor menjen már valamelyik nagy áruházba, piacra, ahol halat lehet kapni, és nézze meg, hogy hol kaphatna halat, és főzön egy jót a barátaival. És hát azt gondoljuk, hogy ebből a szokásból néhány százezren rendszer csinálnának, az bizony jót tenne az ő egészségüknek is, meg a halasszakmának is természetesen. És hát még ami a hal mellett szó, szóval egy ilyen egészséges táplálék nem nagyon van, mint a hal, hiszen a magyar akvakultúrában, pontosabban tógazdálkodás, extenzív tógazdálkodásban, a halak testének jó részét a vízben élő apró állatok adják, a planktonrák, vagy csak ezeket fogyasztják el a halak, ezekből építik fel természetes módon a testüket, és nem mindegy, hogy egy hal 2,5-3 év alatt lesz mondjuk piacéret, vagy tányérélet, hívjuk inkább bográcsosnak, addig bizony egy tyúk tojásból 35 nap után 1,5 kilós csirke van. Sajnos ma a tengereink élővilága rendkívül módon szennyezett, a csendes óceánban, Európa nagyságú szigetek úsznak szétporló műanyagból, ami már a halakban is kimutatható. A Barents-tenger alatt van a fél oroszlop teljes hülyedve, az Isten tudja, mi bomlik ki azokból. És hát bizony a tengereink rendkívül szennyezettek, ezért ha lehetne valamit javasolni, akkor azt a biztonságos, élelmiszerbiztonsági szempontból többszörösen ellenőrzött magyar halat kellene fogyasztanunk, ami mindig is a magyar asztalon volt, és mindig helye volt, hiszen nálunk a halat poncnak hívják, ez a magyar hal kategóriának felel meg, de hát ma már ragyogó afrikai halcsatermelésünk van intenzív rendszerekben, szürke halcsatermelésünk túlgazdaságban is intenzív rendszerekben, kapható tokféle is nálunk, pisztángunk is van, tehát azt gondolom van már választék ahhoz, itt vannak a nagyon jó élettani hatással bíró omega 3 omega 6 zsírsavat tartalmazó csodálatos ételeink a növényevő halakból, és mindent el lehet készíteni halból is, amit úgy egyébként húsból készítünk. Mikor higgyék el, a halcsapaprikás sokkal finomabb és egészségesebb, még egy kis túlos csúszával is, mintha megennénk egy hatalmas birkapörköltet, vagy itt a marha gulyást hozzá. Ezért örülnénk annak, hogyha más is rá szokna arra, hogy pénteken próbáljunk meg halat enni. A kezdeményezés része egy weboldal is, a halpéntek.hu, ahol az ország területén megtalálható halboltokat, halételeket kínáló éttermeket és halételek receptjeit is megtalálhatjuk. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy megvan az, hogy ki hol talál halat, hiszen az első kérdés az lévő, hogy elég gazdagosan áruljuk a halat, kevés helyen kapható. A legfontosabb az, hogy hol kaphatunk meg a halat. Van egy térképünk, ahol kinyitva mindenki meglátja azt, hogy hozzá legközelebb hol lehet a halhoz jutni. A kollégáinkat most készítjük fel arra, hogy a karácsony miatti mizériára úgy készüljünk, és ezt nagyon örülnék, hogyha a kedves hallgatók is, vagy nézők is mondjuk betartanák, hogy semmi baja nincs az édesvízi halnak, hogyha egy-két hónapot a hűtőbe van, hogy ne karácsonykor 22-én velekedjünk, vagy álljunk a sorba egymástól egy méterre, Isten tudja milyen időben a halét, hanem vegyük meg most időbe, készítsük el a hűtőbe, porciózzuk el, és csak vegyük ki 22-én, hogy engedjen ki, és utána
megfőzhetjük, semmiféle ízomlásnak nyoma nincs. A tengeri halak fél évig, egy évig, hogy a Isten tudja, meddig hányódnak, mire hozzánk kerülnek, hogyha mi akár horoggal megfogott halunknak, akár pedig az előre megvásároltak, semmi baja sincs a hűtőbe, és elkerüljük azt a herce utcát, ami a karácsonyi halvásárlás körül kiszokott alakulni, hogy jaj, én most gyorsan akarok frisse tenni, higgyék el, egy hónap alatt semmi baja nincs a mély hűtőbe szakszerűen elrakott pontszereteknek, vagy filének, vagy harcsának, vagy bármi másnak, ami éppen a kezünkbe jut. Tehát én örülnék annak, hogyha már most egy kicsit készülnénk arra, hogy a pénteki halfogyasztás mellett a karácsonyi nagyobb adagokat, porciókat, most, amikor kényelmesen megvásárolhatjuk, válogathatunk benne, eltennénk a mély hűtőbe, és akkor egy gondba kevesebb lenne karácsonyra, hiszen ez a vírus senkinek nem tett jót, legkevésbé persze a sorban állóknak, meg a sorban állásoknak. A honlapunk másik része pedig, nyilván most dolgozunk és töltjük föl, csak nagyon szeretjük volna már az idén elindítani, azok a recepteket találnak, egyszerűeket, amiket önök is meg tudnak csinálni. Fönt lesz majd egy sorozat, ahol a Trend FM-en, hiszem 30 pénteknek a receptjeit mondjuk el azzal a kis sztorival, ami kell hozzá, hogy mégis milyen a harcsa, hogy néz ki a ponty. Azoknak is szeretnénk adni némi kis ismeretet ezekbe a kis 5 perces feelingekbe, akik esetleg mondjuk nem ismerik úgy a halakat, mint ahogy ezt mi ismerjük, hogy a vízhez közel lakó vagy ott született emberek. Ezt a holnapot folyamatosan fejleszteni fogjuk majd, és azt szeretnénk, hogyha az éttermek is ott csatlakoznának hozzánk azzal, hogy meghirdetik ők is a halpénteket, amikor friss magyar halból készítenének ételeket. Én biztos vagyok abban, hogy ebben a világban, amelyik most itt ránk következett, hogy bizony megszólította a nyakát mindenkinek, vendéglátásnak, fogyasztónak egyaránt. Most egy kicsit oda tudunk arra figyelni, tudatosan és egészségesen étkezünk, és ennek a halpéntek mozgalomnak ez volna a lényege. Sokan nem tudják, de Magyarország Európán belül kiemelkedő édesvízi haltermelő ország. Az itthon extenzív halastavakban termelt halaknak az állati fehérje források közül a legkisebb a karbonlábnyoma, így ha hazai előállítású haltermékeket fogyaszt, akkor a földet is óvja. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb jövő héten hétfőn találkozhatnak ezzel a műsorral. Addig is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!